Az alkotók maguk köszöntik a kiállításra érkezőket. Apró figyelmesség mégis mennyit hozzátesz, hogy a megnyitó előtti percekben is már meghitt, családias hangulat uralkodjon. A kiállítás címe közös nevező, amiben maga az alkotás szeretete fejeződik ki. Én pedig itt egy újabb áthallást érzékelek, hiszen alkotók és művészetpártolók is egy szempillantás alatt közös nevezőre jutnak a mozaikok, rajzok és festményekben elmerülve. A mai este az egy hatalmas boldogság, egy álom vált valóra. Szülőként is, alkotóként is azt gondolom, hogy az ember ennél nagyobb boldogságot nem kívánhat magának. Csodálatos volt látni ezt a sok-sok ismerős, barátot, rokont, akik együtt ünnepeltek velünk, és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokan eljöttek, megleptek minket. Izgultam legelőször, meg jó igazából. Eléggé izgulok, meg most is, meg az elején is nagyon izgultam, de így igazából, hogy mindenki itt van, aki fontos volt, így jobb érzés szerintem. Brauer Népálfi Andrea, Brauer Izabel és Brauer Mira. Három különböző egyéniség, három technika, három életszakasz, és mégis egységben és közös nevezőn. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kórusa is hozzájárult a délután emelkedettségéhez. A díszteremben elsőként Kovács Ferenc, megyei Babics és Prima díjas festőművész mondott köszöntőt, aki annak idején Andrea tanára és mentora is volt. Hát először is nagy nagy szeretettel köszöntöm a triumvirátust, Andreát, Izabelt és Mirát. Ők valami olyan különlegességet hoztak létre, azt hiszem, hogy Tolna megyében legalábbis az én tudtommal az egyedülálló. Kovács Ferenc tanár úrral valóban általános iskolás korom óta ismerjük egymást. Első osztályos koromtól a rajzszakörének aktív alkotója voltam egészen középiskolás koromig. Tőle tanultam meg mindennek az alapját, a különböző művészeti technikákat. Ő volt a mentorom, a mesterem. Andrea mozaikokkal foglalkozik, ami precíz és aprólékos munkát követel meg. Ahogy Kovács Ferenc fogalmazott, Andreánál már gyermekkorában megfigyelhető volt az a magas szintű, nagy koncentrációt, önuralmat és önállóságot, esztétikai igényességet és szorgalmat megkívánó munka, ami egy felnőttnek is dicsőségére vált volna. Az élet csodás ajándéka, hogy ezt most Andrea két lánya, a 16 éves Izabel és a 11 éves Mira alkotásairól megint csak ki lehet jelenteni. Ahogy láttam, hogy Izabel is rajzol, meg anyja is nagyon szépen, úgy én is kedvet kaptam hozzá. És megtetszett, már osztálytársaim is nagyon szépen rajzoltak, és akkor én is meg akartam próbálni, hogy milyen lesz. Amióta első osztályos lettem és iskolába mentem, hát azóta a grafika tanszakra járok, szóval most már 10 éve, igen, és igazából onnantól kezdődött el ez az egész. A két nagylánya a Bonyhádi grafika tanszék tanulója, és vajon mi lehet nagyobb boldogság egy alkotó gyermeknél? Két alkotó gyermek, két kreatív gyermek, de ugye arról is beszámoltam, hogy most már tudom, hogy mindannyian, tehát mindegyikünk kreatív, csak meg kell találni mindenkinek az ahhoz vezető utat, hogy ezt ki tudja bontakoztatni. Nagyon különbözőek vagytok, kellett ez a közös nevező, de sikerült? Igen, nehezen, de közös nevezőre tudtunk jutni. Három különböző alkotó, három különböző színvilág, három különböző technika. Ugye a lányok közül Iza 10-es gimnazista, a grafika tanszaknak 10 éve aktív alkotója. Egy igen különleges személyiség, realista, mégis képzeletgazdag, cinikus, öntudatos, jártasan képzőművészeti technikákban, és ő egy nagyon nyugodt típus, aki időt hagy magának az alkotásra. Nagyon különbözőek vagytok, de talán azért annyira mégse így hárman. Hát akkor különbség miatt valószínűleg, meg ugye hát mindenki más, mindenkinek más a személyisége, a technikája, de hát igen, meg tudjuk találni a közös hangot sokszor. Neked mi az a technika, ami közel áll a szívedhez? Hát legtöbbször a tűfilccel szoktam mindent kidolgozni pontosan, de a festést azt is szeretem, de az nem annyira az a kedvencem. És a mozaik? Hát ezt meghagyom anyának szerintem. Elég nehéz dolog, elég időigényes, szóval szerintem az őre szortja marad. Mira, 4. általános iskolás tanuló.
Ő egy nagyon laza, nagyon lendületes lány, aki gyakorlatilag alkotás közben is folyamatosan mozog. A legbonyolultabb képét is képes fél óra alatt papírra vetni, úgyhogy közben még cigánykerekezik is akár. Hogyha nagy leszek, akkor hát szeretnék olyan szépen rajzolni, mint anya meg Iza. Ugye édesanyádnak a mozaikok, neked mi az, amiben úgy nagyon-nagyon otthonosan mozogsz? Festés, az anilin, meg a zsírkréta. Vannak esetleg motivumok, színek, figurák, amiket szeret? Hát igazából állatot nem szeretek rajzolni. Inkább ilyen, hogy ilyen természet legyen, hogy fa, bokrok, virágok, inkább ezek. Meg az ilyen világosabb színeket, meg a ilyen tájképet. Nálunk nagyon gyakran tele vannak az asztalok különböző félkész alkotásokkal. Alkotunk együtt is, alkotunk külön-külön is, hármas leosztásban és kettes párokban is. Tehát mindenféle variáció előfordul. Mi ezt élvezzük, kedveljük, szeretjük, minőségi együtt töltött időnek tekintjük, boldogok vagyunk ilyenkor, néha vannak kisebb kudarcok, félre sikerült alkotások, van olyan, ami jó pár hétig félre kerül, aztán újra elővesszük. A mozaikokkal is így van ez, ugye azért azt tudni kell, hogy egy-egy ilyen mozaiknak az elkészítése nem egy röpke óra alatt történik, van, amelyik bizony heteken keresztül készül, elpakolom, újra előteszem, átgondolom, és úgy sokszor a lányok javaslatára változtatok is rajta. Legeleinte csak ugye anyával volt ez, hogy együtt csináltunk valamit, de már a hugommal is van olyan, hogy így mindhárman ott ülünk az asztalnál, és akkor egyszerre Mira fest, én rajzolok, anya megrakja a mozaikokat, de amúgy mikor így este hazajön az ember, és akkor már nagyon fáradt, és akkor még ehhez mindig van energiája, akkor mindig oda leülünk, és igazából akkor az jó érzés szerintem. Könnyű megtalálni a közös nevezőt, mint ahogy most ezen a kiállításon sikerült? Hát nem, nagyon, nagyon nehéz volt, már nyár óta terveztük igazából, hogy mi hogy legyen, meg minden egyes részletet, szóval elég nehéz volt, de sikerült a végére. Előfordul, hogy ugyanazt a témát mind a hárman feldolgozzák, Andrea mozaikból, két lánya pedig rajzból. A témát általában a természet kínálja. A kiállítás november 30-áig tekinthető meg, hétfőn 12 és 18 óra között, kedtől péntekig 9 és 16 óra között.